Változatlan nyitvatartással fogadja vendégeit a Nyíregyházi Aquarius élményfürdő és a Júlia fürdő. A két egység szolgáltatásaiban azonban a napokban változások lépnek életbe. A nyíregyházi fürdők is megérezték a járványhelyzetet, amely új feladatokat és kihívásokat rótt az üzemeltetőre. Ilyen látvány nyújt egy meleg nyári napon a Sóstói parkfürdő. Idén is sokan keresték fel a strandot, azonban ahogy itt a Sóstó gyógyfürdők ZRT üzemeltetésében lévő többi nyíregyházi fürdőben is visszaesést tapasztaltak a látogatók számában. Nem is csoda, hiszen a szezon nem mindenhol egyszerre, hanem fokozatosan indult el. A nyár elején ugyanis csak lassan enyhültek a tavasszal elrendelt korlátozások. A járványhelyzet a legmelegebb hónapokban ugyan csillapodott, azonban a fürdők csak szigorú feltételek betartása mellett nyithattak ki. Az eredeti befogadó képesség minden fürdőben csökkent, a működés közben aeroszol képződéssel járó felszíni élményelemek kezdetben nem működhettek, a gyógyvizes medencék esetében pedig a társaság által engedélyeztetett fertőtlenítési eljárás bevezetésére kellett várni. Júliusban azonban már minden fürdő megnyitott, és valamennyi élményelem, a szaunák, a gőzkamrák és a sóbarlangok is már működhettek. Ekkor azonban nem várt problémával szembesültek a Júlia fürdő 25 méteres medencéje esetében. Műszaki hiba miatt üzemen kívül helyezték, és csak 3 héttel később vehették ismét birtokba az úszók. Október 1-ével újabb változások lépnek életbe itt a Júlia és az Aquarius élményfürdőben a szolgáltatási rendszerben, de nem zárnak be, mint ahogy az a napokban elterjedt sokak körében. A részleteket a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatójával tisztázzuk, aki a szezont is értékeli. Köszöntöm a stúdióban dr. Podrovics Rolandot, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Kezdjük, jó estét! Egy picit talán beszéljünk a szezonról, hogy milyen szezont sikerült zárni, mennyi számokban, mennyi visszaesést tapasztaltak az elmúlt évekhez képest? Igen, ez egy nagyon speciális szezon volt, és talán a ugye június-július-augusztus hónapról beszélünk. Lényegében nem is üzemelt minden egységünk ez alatt a 3 hónap alatt. Legkorábban a tófürdőt tudtuk megnyitni, hiszen az akkor érményben lévő járványügyi intézkedések alapján a szabadvizes fürdőket tudtuk leghamarabb mindenféle korlátozásoktól mentes állapotában megnyitni. Aztán később nyitottak a külső részei, az nyilván az élményfürdőnek, a parkfürdőnek, ott is viszont csak korlátozott mértékben, hiszen a gyógyvizes medencéknek egy fertőtlenítő eljáráshoz volt kötve az üzemeltethetőségük. És július elején nyitott meg minden egységünk lényegében, és hát így igazából egy másfél hónapos szezonról beszélhetünk, és sajnálatos módon az időjárás sem volt nagyon kegyes hozzánk. A július időjárási viszonyok hát talán egyetlen hétvége volt, amikor olyan intenzíven nyári időszaknak tudtunk örülni. Úgyhogy összességében sajnos egy 46%-os visszaesés jelent ez a tavalyi évhez képest. A legnagyobb visszaesés lényegében az élmény és parfürdő. Nyilvánvalóan a legnagyobb látogatószámot is azt szokta normál esetben egy szezonba hozni nekünk. Itt 225 ezer vendég volt tavaly, és ehhez képest 112 ezer vendég érkezett. A legmegdöbbentőbb, vagy legnagyobb veszteséget, hiány tulajdonképpen a külföldi vendégekben kellett, hogy tapasztaljunk. Mi már megéreztük azt, amit a dunántúli fürdőknek most volt fürdőszövetségi közgyűlés az elmúlt időszakban is. Akkor egy-két kollégával egyeztettünk, hogy a szeptember 1-et követő külföldi vendég csökkenését a dunántúli fürdők most tapasztalták meg. Az osztrák vendégek, a cseh vendégek bátrabban indultak meg már nyár elején is. Nálunk sajnos tavaly 93 ezer külföldi vendéget fogadtunk az élmény és parfürdőbe, idén viszont csak 18 ezeret. Tehát ez egy óriási visszaesés, amit a belföldi forgalom nem tudott pótolni. Fontos, hogy éreztük, hogy erősebb volt most a belföldi jelenlét, nem csak azért, mert külföldiek nem jöttek, de teljes egészében ezt nem lehetett pótolni, úgyhogy ilyen értelemben elég szomorúak vagyunk, hogyha a szezonra visszagondolunk, de annak örülünk, hogy biztonsággal és a járványügyi intézkedések maradéktalan betartása mellett tudtunk üzemelni. Most október 1-től viszont elég komoly változások lesznek a Nyíregyháza fürdőiben. Gondolom ez egyrészt a kiesett bevételek kompenzálása, másrészt pedig hát a járvány második hulláma indokolja. Igen, lényegében alapvetően az első
a legfontosabb, hiszen a második hullám már itt van közöttünk, és különböző még enyhe fokú korlátozó intézkedésük mellett, de zajlik az élet. Én bizakodó vagyok a tekintetben, hogy ezt meg is tudjuk tartani, és a járvány második hulláma engedi nekünk, hogy folyamatosan üzemelhessünk. Viszont nyilvánvalóan beslésünk van az évvégi várható veszteség mértéke vonatkozásában, de ez 450-500 millió forintos veszteséget jelent ebben az évben. Fontos, hogy a nyári időszakban és az első hullámban nem engedtünk el egyetlen egy munkavállalót sem, tehát meg tudtuk őrizni a munkavállalókat. Bíztunk abba, hogy egy erősebb nyár lesz, egy jobb időjárással, talán több bevételt tudtunk volna realizálni. Megvizsgáltuk, hogy melyek azok a pontok, ahol a legkevesebb veszteséggel értem az alatt nyilván munkaerőt, a létszám megtartást is, illetőleg a költségeket, és direkt olyan intézkedéseket vizsgáltunk, amelyeknek nem csak 2020-ban van, hanem 2021 első fél évére átnyúló költségmegtakarítási vonzata is, és komoly költségmegtakarítási vonzata van. Az első az Aquarius élményfürdőben lényegében az 50 méteres medencének a sátorfedését idén nem fogjuk felállítani. Erősítette egyébként ez a gondolat, vagy ez a döntést, hogy a klikúszás sem indult meg, és ilyenkor nyilván nagy számban használták az iskolás úszók nálunk a vízfelületet. Egy ilyen sátorfedés, amit légtartással tartunk, és hát nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly energiaköltséget jelent, ez egy nagy megtakarítás lesz ebben az évben, és a szolgáltatás egész év vonatkozásában pedig nem egy olyan mérvű, ami talán jelentősebb vendégszámcsökkenést eredményezne ez őszi időszakban. A másik egységünk a Júlia fürdő, ahol igazából kettő gyógyászatot üzemeltetünk, vannak kint a Sóstón, az Aquariusnak a gyógyászata, illetőleg a belvárosban is a gyógyászati egységek. Nyilván egy ilyen helyzetben az ember megpróbál legköltség racionálisabban gondolkodni, és igazából egy egységbe, az Aquarius élményfürdő gyógyászatába bírni irányítjuk. Fogják? Fogják bírni, nyilvánvalóan ott egy magasabb kapacitással állunk rendelkezésre, és a legfontosabb, hogy akinek a Júlia fürdőben van kiírt kezelése október 1-et megelőzően, és ott megkezdte azt a kezelést, akkor ugyanazokkal a feltételekkel értem ez alatt az önrész mértékét is, tehát anyagilag nem fog senki sérülni, a Júlia fürdős önrész mellett fogjuk az Aquarius élményfürdőben a szükséges kezeléseket biztosítani. Mi lesz a fürdőházzal? Fürdőház ez egy ilyen harmadik egységünk, ami igazából most látva az őszi foglalásokat, illetőleg egyeztetve több más fürdőt és szállodát is üzemeltető egységnek a vezetőjével. Mi tavasszal is egy kicsit kivártunk, volt egy kicsit egy ilyen versenyfutás az idővel, talán a június hónapban volt ez jobban érezhető, hogy minden fürdő kinyit hamarabb, kinyit minél gyorsabban, és azért a júniusi vendégszámadatok, illetőleg az a lassan indultak meg a vendégek is, volt egy félelemérzet mindenkiben a fürdők vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a későbbi nyitást igazolta, hiszen ez kevesebb veszteséget eredményezett erre a nyára. Most ugyanilyen gondolat mentén a költség, egyrészt van egy fürdő részlege is a fürdőháznak. Párhuzamosan még egy egységet fenntartani, amikor ott van az Aquarius, nem indokolt. És mellette azt gondoltuk, hogy megnéztük, még a szeptember hónapban végig szép foglalások voltak. Nyilvánvalóan a decemberi foglalás az várhatóan jó lenne, de ezt a döntést hoztuk meg, hogy ezt az egységet megbeszüntetjük az üzemeltetését jövő májusig terv szerint. Azokat a dolgozókat, akik ott dolgoznak, más egyéb egységbe irányítjuk át és adunk munkát nekik, megtartva ezzel a fürdőháznak a képességét arra, hogy bármikor meg tudjuk nyitni, hogyha valamilyen olyan változás mutatkozik. Ez az a három intézkedés, amely valóban én is sok mindenki felhívott, és nagyon pontosan fogalmaztak a kollégáim, és azt gondolom, hogy a sajtómunkatársak is pontosan hozták le az információt, de hát általában egy kicsit keveredett ez, tehát nem zárnak be az egységek, üzemelnek ugyanabban a nyitvatartási rendben, bizonyos szolgáltatások csökkennek, vagy máshová kerülnek átirányításra. Ezek szerint, akik úszni szeretnének, azok csak a Júliában tudnak, 25 méteres medencében. Igen. Az új úszoda, az mennyire használható a nagy közönség számára? Nem az általam képviselt társaság üzemelteti. Tudom, csak ugye úgy volt, hogy azt fogják tudni használni a lakók. Volt egy időszak, amikor úgy volt, hogy a Sóstógyógyfürdők ZRT közreműködőként részt vesz. A tulajdonosi döntés értelmében a Sportcentrum Kft. Látja el ezt a feladatot.
Ilyen értelemben is a sajtóval, hogy képviselek, vagy az igazgatóra egyeztettem, jelenleg terheléses próbaüzemet folytatnak. A terheléses próbaüzem befejezését követően várhatóan december-január környékén azt gondolom, hogy meg fog nyílni majd a nagy közönség számára is az nyíregyházi városi úszoda. Az egészség megőrzés szempontjából milyen intézkedéseket vezetnek be itt a COVID kapcsán? Természetesen folyamatosan, tehát igazából készült nekünk saját kockázatértékelés, a fürdőszövetség ajánlását is megvizsgáltuk, a turisztikai ügynökség ajánlását. Minden olyan intézkedést, legyen ez a klórtartalom magas szinten tartása, legyen ez a folyamatos fertőtlenítés, takarítás, a plexi, a különböző a recepciók és a pénztárakban nyilván bevezettünk, ez folyamatos a protokoll szerint ez zajlik, és ami nagyon fontos, hogy említettem a legelején, hogy volt egy időszak a járvány első hullám végén, amikor a gyógyvizes medencéket egy úgynevezett Devan 50 fertőtlenítőszerrel történő kezelés esetén engedték meg, hogy használhassuk. Ezeket a engedélyeket viszont egy átfutási idő van, hiszen a Nemzeti Népegészségi Központtól kell egy állásfoglalást kapni, hogy a gyógyvíznek a természetes gyógytényezőit nem sérti ez a kezelés, és nyilván ez különböző mérésekkel kellett, hogy elvégezzük. Ezeket elvégeztük legelőször nyilván a kinti medencékre, kaptuk meg, hiszen azok már üzemeltek júniusban, és utána a benti medencék, amikor megnyithatóvá váltak, akkor tudtuk lefolytatni ezeket a vizsgálatokat. Most ott tartunk már, hogy a benti medencére is megkaptuk a Népegészségügyi Központtól az állásfoglalást, hogy ezzel a szerrel fertőtleníteni, kezelni lehet ezt a medencének, a gyógyvizes medencéknek a vizét, és benyújtottuk a helyi hatósághoz, úgyhogy várjuk az engedélyeztetést. Ez nagyon fontos, hogy amint az engedélyt megkapjuk, akkor lényegében a gyógyvizes medencék is kapnak egy olyan technológiával, egy olyan fertőtlenítést, egy olyan kezelést, amely biztos, hogyha véletlenül valaki mégis Covid bekerülne, akkor ugyanúgy, mint a klór, ez elpusztítja ezt a vírust, úgyhogy én bízom benne, hogy ez nem fogja visszatartani a fürdő vendégeket, várunk mindenkit szeretettel. Biztonságosak a fürdők, azt gondolom, hogy nem kell tartania senkinek attól, hogyha egy fürdőben elmegy. Ez a jelenleg érvényben lévő megemelt, fokozott takarítási protokoll egy 100%-os biztonságot jelent mindenki számára. Vezérigazgató úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm.